Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és a jön egy videó Warframe egyik legnagyobb trolljáról. Hogyan játszunk a Vóbannal, avagy Vóban Prime-mal? Játszok Vóban Prime-mal, megmondanak anyukának, hogy én tudom, hogy ki játszi Vóban Prime-mal. Mondák a Warframe istenek Magyarországon, kik leszálltak közénk, de semmi baj, a mai kubrót feláldoztam, és született is egy új, látjátok, olyan ronda lett, azért mert föl kellett áldoznom a jó kubrómat, és most a következő videóhoz ez a ronda kubró született. Nem is biztos, hogy a Warframe istenek elfogadják, de ott van még Barokit ír, újra fel kell őt is áldozni, mert ezek egyre telhetetlenebbek. Nos, akkor beszélgessünk egy kicsit, hogyan játszunk Vóban Prime-mal, és most ebben a videóban inkább fel akarom hívni a figyelmet, nem húznám túl sokáig, kedves Warframe istenek, az időtöket, úgyhogy igazából is a játékosokhoz beszélnék, de nem húznám tényleg túl sokat az időt, igazából fel akarom hívni a figyelmet valami olyasmire, amit a Vóbannal is el lehet érni, és ez pedig a hogyan legyünk damage-esek, és itt fogjátok látni ugye Drakon, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Most a Drakon az elég zúzda, el kell ismerni, de az igazság az, hogy van talán kétfajta játékos, aki úgy szereti Vóban nagyon, és van, aki nem szereti Vóban, mert nem tud lenni ez a damage-es, és így ahogy mondjam, vannak kifejezett rajongójai ennek a frame-nek, és vannak azok, akik Vóban van, de mégse jut eszükbe azt vinni, amikor igazán szükség lenne rá. Pedig azt kell, hogy mondjam, hogy Vóbannal bizony azért lehet alkotni fantasztikus dolgokat, azt kell, hogy mondjam, és csapatszinten is akár ki tud jönni damage-esnek, és erre szeretném most egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy Vóbanból is akár egy damage-es karaktert hozzunk ki. Tehát íme a recept, hogy a videó végén be lesz mutatva háromfajta modolás, Vóban Prime-ra és sima Vóbanra is nulla formás modolás, tehát a recept első lépése, hogy összehozzunk valami megfelelő modolást erre, és azt hiszem nagyon kényelmes karakter. Mostanában Warframe-ben ilyen minimalista stílusban tolom, mert nem mindig van az embernek 600 formája, nekem sincs jelenleg 600 formám, mert mindig belerakom a fegyverekbe, és a Warframe-ok emiatt nem jut, de viszont tisztában vagyunk azzal, hogy Warframe-ben nulla formával is nagyszerű modolásokat lehet kihozni, és Warframe esetében, Vóban esetében ez kifejezetten igaz. Nos, ez volt a recept első fele. A recept második fele, hogyan legyünk, de mit válasszunk ki fegyvert. Hát mi lenne a megfelelő fegyver az, hogy Vóban Prime, amit láthatjátok, így egy íjjal jöttem, itt Drakon, na de mi a specko ebben az íjben, az az, hogy szindikátus íj, rakta Cernosról van szó. Na most, miért, ugye ez a recept második része, és a recept harmadik része pedig nagyon nagy szerepe van benne a Bastille-nek. Azt kell mondja, van egy recept negyedik része is, de az egy másik modoláshoz kapcsolódik, az majd a videó végén. Nagyon nagy szerepe van ennek a Bastille-nek. Kihúzod a Bastille-t, kihúzod Bastille-ra a Vóbant, kiválasztasz egy szindikátus fegyvert. Tudom, ha nincs szindikátus fegyvered, akkor egy olyan másik fegyvert kell választani, mert másodperc tört része alatt hatalmas tömegeket ölsz gyakorlatilag. És hogyha már ott vagyunk, hogy netán Vóbanból kettő szerepet csinálunk, egy damage-eset és egy védőerőt, ami tud lenni ugye egy igazi véderő, akkor gyakorlatilag használjuk ki azt, hogy fókuszt is farmolunk, merjünk beletenni egy fókusz lencsét, és merjünk beletenni azokba a fegyverekbe is, amit viszünk vele, fókusz lencséket. Úgyhogy én a raktacernos választottam, azért mert a raktacernos nagy területen erőset robban, és már belehalnak az ellenfelek, akik a környéken vannak, és a robbanás, amit a raktacernos kelt, az abból keletkező fókusz 100%-ban a Warframe-nek számolódik el, tehát nem a fegyver XP-hez, vagyis a fókuszhoz adja hozzá, hanem a Warframe fókuszához, mint egy képességgel ölnéd meg, és így érhetjük el azt, hogy Vóban képességgel öljön, mert az el kell ismerni, hogy nem túl erős a képességeid, de viszont ki lehet húzni ultira is, és akkor egész jól lehet vele damage-et is dílelni, de rövid idő alatt, hogy mondjuk megelőzünk egy szarint, megelőzünk egy est, a Bastille és egy szindikátus fegyvert előszeretettel javaslok, ami berobban, ráadásul visszatölt energiát, és
folyamatosan hozza a fókuszt. Így ez egy módszer, amit érdemes megfontolni arra, hogy WoW-ban, Primal is akár kihozzuk azt a játékstílust, amit kedvelünk, vagy az balanc lenni a csapatban, amelyik tud támogatni killben, és egy nagyon jó véderő is tud lenni. És azt kell mondjam, a szindikátus fegyverek olyan 45-ös szintig, majdnem 50-esig megölik az ellenfeleket, 50-esnél meg megölik még a gyengébb fajtákat is, de egy olyan 45 és 50 közöttig a szindikátus fegyverek robbanása kiválóan megöli az ellenfeleket. És szindikátus fegyver alatt nem csak raktocernost értek, például, hogyha egy végjátékra készülünk a WoW-ban, nem lehetetlen vele, csak kell neki a csapat, végjátékra készülünk WoW-ban, akkor például fogsz egy szinnoid gammakort, ami szintén robban, és az elején azzal zúzod az ellenfelet, a végére pedig előveszed a tankorodat, a pentádat, a kulsztárodat, vagy valamit, ami nagyobb a damage-et, és azzal folytatod a damage-et, és így szinten tudod tartani magad. Természetesen, ahogy növekszenek a szintek, nem fogsz lépést tartani egy igazi damage-es karakterrel, de viszont nagyon jól helyt lehet állni abban, hogy hozzásegíts a magas szinteknél, már hozzásegíts a csapatnak, a damage-eseknek azzal, hogy komoly damage-et tudsz csinálni, hogy könnyebben haladjon a játék. Nos, akkor most jöjjenek a modolások. Első lépésnek ezt találtam ki. Én úgy döntöttem, hogy feloldom az Exilus modot egy kis extra ranger cserébe, amint látjátok, tehát nem is lehetett fúra kihúzni, de egy kis extra ranger cserébe már simán jó. Amit még ti dönthettek, hogyha szeretnétek, akkor a Fleeting Expertise-t egy maxosat beraktok. Javaslom ezt azoknak, akik nem Zenurikot húznak. Tehát akik nem Zenurikot húznak, azok fogják és cseréljék ki szerintem fullos Fleetingre. És vegyék ki a Cunning Driftet, hogyha úgy adódik, tehát az Exilusban, ha nincs semmi, akkor egy fullos Fleeting belefér, és több energiát fogtok felhasználni, természetesen némi idő mínuszban, de az nem olyan nagy pánik, az az igazság, tehát meg tudjuk mutatni, hogy néz ez ki, egy fullos Fleeting Expertise-al, tehát 118, WoW-ban esetében még teljes mértékben jó, és akkor az Abilities-nél az ulti belekerül 25-be, 19-be a Bastille, de mivel én Zajnurikkal viszem a WoW-bant, vagy Energy Siphonnal, akkor gyakorlatilag így teljes, mindig visszatöltődik az energiám, és ez így igazából le is lett tesztelve a részemről, és olyan meg lehet tartani, kell neki a flow, vagy a primet flow, és akkor ezzel a technikával így meg lehet tartani nagyon jól a energia felhasználást a Zenurikkal együtt, de ehhez a buildhez kell a Zenurik, WoW-ban úgy érzem, hogy kell a Zenurik, ha tetszik, ha nem kell a Zenurik, mert képességeiben tud kiteljesedni WoW-ban igazán. Tudom, hogy csodálkozok azon, hogy a Strength csak 40% és ezzel csak 4 ellenfélre hat a WoW-ban, de én az a játékos vagyok, nem tudom ti milyenek vagytok WoW-bannal, én össze-vissza dobálom a Bastille-t akkor, amikor érem boldog-boldogtalannak, és erre rájöttem idővel, és ugye 1-2-3, 3x4, az már 12 ellenfél felfogva, 4x4, max range-en, ugye 2-35%-os range-en, az már 16 ellenfél felfogva, és közben ölök is. Szóval igazából úgy érzem, hogy nagyon nem kell WoW-bannak a 100%-os power strength hozattál több. Egy kulcsfontosságú módot használok, amit számomra kulcsfontosságú természetesen egy Repelling Bastille néven hallgat. Az újonnan hálóba érkező ellenfeleket 100%-os eséllyel visszalöki. Szerintem ez egy hasznos dolog, némi frost bubi feelinget ad a dolgoknak, úgyhogy WoW-ban esetében ezt ajánlom igazából azoknak, akik nem Zenurikot húznak, vagy nincs
nincsenek nagyon über módjaik, szóval ez alapján a continuity. Ha sima continuity-d van, akkor be kell érned a 98% idővel, ami ugye azért még mindig rendben van, az a 98%, csak sűrűbben kell dobálnod a bástilt. Ennyi a dolognak a lényege, a sima wobalomban nagyjából van egy ilyen ennyire idős buildem is, ami ezt a 90%-ot öleli föl, de azt is látni fogjátok. A Rappelling Bastille azt hiszem, hogy teljes mértékben helytáll. Na, a B build, az semmi extra, egy csapat build, ahol erőre rámegyünk, tehát ultira rámegyünk, és ugye láthatjátok, hogy az idő az nem sok, de viszont azért nem sok, mert létezik egy ilyen, hogy Perpetual Vortex, ez egymásba dobált ultikat, meg hosszabbítja az idő tartamát, úgyhogy ez egy ultira, olyan mókára a csapatra kiélezett valami, és akkor dobált bele az ultikat, és az ellenfeleket ledarálja, de ez semmi extra, ez tényleg csak egy ilyen móka build. Sima wóban esetében ezt a modol, oppa, bocsánat, ezt a modolást csináltam, ez még nagyon régi, úgy érzem, hogy nagyon helytáll még mindig, úgy minden adata nagyjából rendjén van, ez nem egy lehetetlen build senkinek, akiknek megvannak ezek a módjai, idő, effektivitás, némi terület, ugye, és némi power strength, hogy minél több ellenfelet vonjon le, egy kiegyenlített build, azt kell, hogy mondjam, adataiban is rendben van, teljesen jól felfogja az ellenfeleket, 14 méteren ez az egyetlen hátránya, azt hiszem, hogyha arról van szó, de tökéletesen megfelelt eddig nekem, és nem éreztem semmi dolgot, mert nem éreztem kényszert arra, hogy átmodoljam. Van egy raid buildem, és az ugye szinte megfelel a másik wóbannak a buildjéhez, és az pedig így néz ki. Teljesen szinte ugyanúgy néz ki, 118 idővel, fullos benne minden, és nagyon jól megfelel raidre, vagy akár ugye, ha nagyon tetszik, akkor elviheted. Lássuk, belefér, hát akkor még jobb, elviheted akárhova gyakorlatilag, tehát akinek a sima wóban van, meg ajánlom szerintem lemásolásra ezt a két buildet, mind a kettővel nagyon jól túl lehet élni a pályán. Nos, ennyi lett volna a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!